Köszöntöm a közéleti magazin nézőit! Átadták a megyei kitüntető címeket. Minden esztendőben, szeptember első napján ünnepeljük Tolna megye napját. Idén Dombóvár adott helyszínt az eseménynek, megkoronázva ezzel várossá nyilvánításának 50. évfordulóját. Az ünnepség keretében 11-en vehették át az elismeréseket. A 321. esztendeje Tolnavár megye pecsét használati jogot kapott első Lipót királytól. Ennek emlékére a megye címer körvonalai tükröző pecsét adományozására 1699. szeptember 1-én került sor. Ez a dátum adja minden esztendőben a megyenapi díjátadó ünnepség apropóját. Megnyitó beszédében Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke arról szólt, a türelem és az összefogás mindig meghozza a gyümölcsét. Azt mondta, az a munka, melyet a díjazottak évtizedeken át letettek az asztalra, komoly megyei értéket képvisel. Ugye megfogalmaztuk, hogy Tolna 109. Ugye ez azt jelenti, hogy Tolna megyében 109 település van, és mi nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha ez a 109 település egy irányba haladna, jó irányba haladna, fejlődne, és lehetőségekhez juthatnak az ott élő emberek, a Tolna megyeiek. Én azt gondolom, hogy a mai világ úgyis abba az irányba fejlődik, hogy a pénz, az anyagi javak, a különböző materiális értékek viszik a prímet, mi meg azt próbáljuk hangoztatni, meg azt próbáljuk érvényesíteni, hogy a megyében az összetartozás, a barátság, az emberség, a közösségfejlesztés is egy hatalmas érték lehet. És sokszor ezek az értékek tartalmasabbak, erősebbek és kitartóbbak, mint a pénz. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megyei országgyűlési képviselő arról szólt, az elmúlt esztendőkben a fejlődés jellemezte Tolna megyét, és a remények szerint ez a lendület nem hagy alább a következő években sem. Tolna megye és annak valamennyi települése azt reméli, hogy azon az úton haladhatnak tovább, ami a fejlődésüket, megerősödésüket jelenti. Szerencsés egybeesés, hogy ehhez az úthoz nem csak reményeket, hanem szorgalmas, kitartó munkát is fűznek a polgármesterek. Ennek is köszönhető, hogy a 109 település között ma már nincs olyan község, város, ahol nem mondhatnánk el azt, hogy jó úton jár céljai megvalósítása érdekében. A kormány és a megye összefogásához, az itt élő közösségeket támogató együtt gondolkodásához kivétel nélkül szinte valamennyien csatlakoztak. Ennek szemmel látható jelei is vannak a már megvalósult és a folyamatban lévő beruházásokat, közösségépítő kezdeményezéseket, gazdaságfejlesztő programokat tekintve. A legrangosabb kitüntetést a Tolna megyéért díjat ebben az esztendőben Süli János, a paksi bővítésért felelős miniszter kapta, aki a díjazottak nevében szólt az egybegyűltekhez. Arról beszélt, Tolna megye kiváló adottságokkal rendelkezik, és az összefogás meghozza a felemelkedést. Kiemelte, a most díjat kapottak szívós munkával teremtettek értékeket. Nagyon fontos, hogy nem csak otthonerőmet kell építeni, hanem jövőt kell adni a fiataloknak, és akkor a tehetségek azok itthon tudnak maradni, és még gazdagabb lesz Tolna megyébe a lehetőség, hisz most is jó feltételek vannak, de ezt még jobbá lehet tenni, és jobbá is kell tenni. Hogy itt a köszönő beszédemben elmondtam, hogy a régió jóval jobb adottságokkal rendelkezik, mint adott esetben más régió, hisz Gemenc, Duna, Sió, Szekszárdi Dombvidék, a szőlő, a borászat, tehát ez mind olyan kincs, az atomerőműről nem is beszélve, ami egy országos rangot ad, és ezzel jó kell sáfárkodni, és a jó sáfárkodáshoz pedig jó koponyák kellene, akik ezt mind fiatalok, mind idősek szívós munkával meg is tudják teremteni. Itt ma mindenki tüntetettel elhangzott, hogy nem egy bonyolult dolgot műveltek, elkezdték a munkájukat, és azt következetesen végezték. Nem azért, hogy új státuszokat nyerjenek, nem azért, hogy díjakat kapjanak, hanem önmaguk megelégedésére, családjuk boldogulására. Az idén várossá nyilvánításának 50. évfordulóját ünneplő Dombóvár polgármestere Pintér Szilárd azt mondta, az, hogy a város rendezhette a megyenapot, megkoronázása a jubileumi ünnepségnek.
Mindenféleképpen örömteli és megkoronázza Dombvárnak 50 éves születésnapját, hogy a megyenap is itt került megrendezésre. Április 1-én sajnos az ismert helyzet miatt nem tudtuk megtartani a városi ünnepségünket, erre szeptember 4-én fog sor kerülni. A mai nap folyamán is olyan emberekkel lehettünk együtt, akikre büszke lehet Tolna megye, büszke lehet Dombvár, hiszen ezek az emberek az elmúlt néhány évtizedben letették az asztalra, és megmutatták azt, hogy Tolna megyében érdemes élni, érdemes itt tölteni a mindennapokat, és alkotó tevékenységgel is el lehet ezt tölteni. Az idei megyenapon 11-en vehettek át díjat munkájuk elismeréseként. Az ország 7 pontján, köztük Szekszárdon szervezett retro véradást az Országos Vérellátó Szolgálat. A 70-es évek zenéje, hangulata, sör és virsli, és számos ajándék várta a véradókat a Béri Balog utcai épületben. A 12-szerre megrendezett különleges véradás célja, hogy minél szélesebb körben felhívják a figyelmet a véradás fontosságára. Nagy szükség van most a véradókra, az elmúlt időszakban ugyanis nem volt elég vérkészítmény. Szekszárdon 5-ször annyian jelentek meg a retro véradáson, mint egy átlagos alkalommal. Testhőmérsékletmérést, készfertőtlenítést és egy előzetes kikérdezést követően lehetett belépni a Bonyhádi Székelyházba szervezett véradásra. Ezek a felvételek még június elején készültek. Akkor Pászti Vera, az Országos Vérellátó Szolgálat szekszárdi véradó állomásának főorvosa arról beszélt, hogy több új helyszín bevonásával, kisebb véradások szervezésével igyekeznek pótolni a kieső vérkészítményeket, amit a nagyobb rendezvények elmaradása okoz. Ám a helyzet azóta változott. A véradók száma júniusban 50-nel, júliusban több mint 100-al maradt el a tavalyi azonos időszakhoz képest Tolna megyében. És az országos vérkészlet is csökkent a koronavírus járvány okozta helyzet, a nyári szabadságolások, valamint a 4 napos hosszú hétvége miatt. Ezért az Országos Vérellátó Szolgálat rendkívüli közleményt adott ki augusztus végén. Ebben azt írták, hogy csak a halaszthatatlan beavatkozásokhoz biztosítják a vérkészítményeket. A készletünk normális szinten van, akkor ilyen 5-6 napos tartalékkal rendelkezünk. Mint említettem, ennél sokkal többre nincs is értelme törekedni, hiszen 5 nap alatt a legrövidebb bejáratok úgyis kikerülnek a készletből, meg kellene őket semmisíteni. Jelenleg, tehát tegnap reggelre olyan picivel 4 nap alá, tehát ilyen 3,5-4 napos átlagos felhasználásra volt elegendő, ami azért már, az már szűkös. A szolgálat számos kihívással néz szembe, tette hozzá Nagy Sándor. A járvány miatt kevesebben adnak vért, mert tartanak a koronavírustól, és a nagyobb rendezvények is elmaradnak idén, mondta el a szolgálat szakmai főigazgató helyettese. Az igazán kívás az, hogy aki külföldön volt 2 hétig nem jöhet, maga a procedúra picit hosszabb, még mindig vannak munkahelyek, akik óckodnak, féltik a munkavállalóikat, hogy esetleg nagy isten valaki bekerül fertőzött, és ott éppen ott adja át a véradás során egyik személy a másiknak. Mindent elkövetünk, hogy ez ne forduljon elő, maszkot biztosítunk a véradóknak, maszkban dolgoznak az embereink, extra készfertőtlenítés, tehát amit lehet, mindent elkövetünk, hogy biztonságban legyenek, de óvatatlanul az emberek tartózkodnak. A szolgálat kampánya sikerrel zárult. Néhány napon belül sikerült feltölteni a vérkészleteket. Ugye volt egy átmeneti vérmennyiség csökkenés a 20-ai hétvégét követően, de a felhívásokra nagyon-nagyon gyorsan reagáltak a véradók, és ezúttal is szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített ebben az időszakban, pillanatok alatt helyreállt a vérkészlet, és nagyon szépen most elegendő vér áll rendelkezésre. További különleges véradások szervezésével igyekeznek felhívni a figyelmet a véradás fontosságára. Ez volt a célja az ország 7 pontján, köztük Szekszárdon is megrendezett retro véradásnak is. A zene, a berendezés, de még az egészségügyi dolgozók öltözete is a 70-es éveket idézte fel a szekszárdi vérellátó szolgálatnál. Az általunk megkérdezett rendszeres véradóknak elnyerte a tetszését ez a hangulat. A retro feeling miatt. Igen, ez a fiatalságomat. Fiatalságát emlékeztet? Igen. És jók a dizájnok és a körítések, valóban retro hangulat. Nyári szabadságok ideje alatt volt egy országos felhívás is, hogy jelentősen lecsökkent a vérkészlet, és hát nyilván ez ennek a része, hogy pótolódjon. Úgy érzem, hogy az én saját egészségem szempontjából is jó ez, hogy egyrészt vannak azért olyan vizsgálatok, amikből egy pár olyan dolog ki tud derülni, amit itt a véradáson néznek.
jobban érzem magam a véradás után, egy picit nekem a hangulatom is jobb. Az egyik barátommal szoktunk eljönni ketten, úgyhogy így sokkal jobb a hangulata is a véradásnak, hogyha az ember nem egyedül van, hanem ketten vagyunk, és kellemes a maga az egész véradás folyamata. Úgyhogy szívesen jövök. A helyszín, az egészségügyi dolgozóknak az öltözetén látszik ez a babos kendő, meg a zene, egészen jó. Meg van néhány kiállított olyan dolog, amiből látszik ez, hogy ez egy ilyen retro véradás. Az ajándékok jellege is olyan egyébként, a sör, meg a virsli, meg egyébként a nálunk itt ilyen Dunakavics, meg francia drazsé, nekró, tehát ilyen retro jellegű ajándékok, illetve hát itt a berendezés is azt próbálja, retro hangulatot próbálja sugallni. Most ez a lemezjátszó egy kicsit, hogy az a igazi retro feeling legyen ezen a speciális véradáson. Pászti Vera, a szexuális vérellátó szolgálat főorvosa azt mondja, folytatják a véradók toborzását, mivel a vért mással nem lehet pótolni. Hogy a vérre szoruló betegek sehogy máshogy nem gyógyíthatók meg, csak az önkéntes véradók adományaként adott vérrel, és ezért minden eszközt megpróbálunk latba vetni, hogy tényleg megfelelő számú véradót tudjunk megnyerni a véradás ügyének, ezért próbáljuk ezeket a tematikus véradásokat, vagy ezeket az ilyen speciális véradásokat is meghirdetni. A szexádi vérellátó retro véradásán 130 fő jelent meg. Közülük 121-en adhattak vért, így a főorvos sikeresnek ítélte meg a véradást. Egy átlagos véradáson ugyanis 25-30 ember szokott megjelenni. 9,3 milliárd forintra nőtt a Nemzeti Együttműködési Alap által civil szervezetek részére kiírt pályázatok éves keretösszege, jelentette be Szalai Bobrovnicki Vince, a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Céljuk a civil közösségek támogatása. Civil szervezetek aktuális pályázati lehetőségeiről tartott tájékoztatást a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Szalai Bobrovnicki Vince. Az előadásra az előírt óvintézkedéseket betartva ülhettek be az érdeklődők, és hallgathatták meg, hogy idén milyen pályázati kiírások várhatóak a civil szférában, és mekkora költségkeretet szavazott meg hozzá a miniszterelnökség. Jó hírekkel érkeztünk, amelyek abból állnak, hogy ugye most kérjük a Nemzeti Együttműködési Alap, tehát a Magyar Kormány civil alapjának a pályázatait. Ez ugye ebben az évben 7,7 milliárd forint volt, jövőre 9,3 milliárd lesz. Tehát egy érdemi növekmény van az alapban, ami természetesen jó hír. Ezen túlmenően ugye az egyszerűsített pályázatok tekintetében egy pályázható összeg növekmény van, tehát eddig 200 ezer forint volt, most 300 ezer forint lesz majd jövőre, ami megpályázható. Ezek ugye azok a pályázatok, amiket, hogyha az ember megpályáz, akkor gyakorlatilag szinte, hogy el is nyerte, a keret erejéig lehet pályázni, és ez olyan népszerű egyébként egész Magyarországon, hiszen az embereknek van egy olyan érzés, hogyha pályáznak, akkor tudnak nyerni is. Az érkezési sorrend egyedül az egyszerűsítetteknél számít. Ugye az egyszerűsítettnek a keretét azt úgy próbáljuk meg határozni, hogy azért beleférjen az országos igény be, tehát hogy tudjuk teljesíteni mindenkinek az igényét. De ott, hogyha véletlenül valaki kereten fölülre csúszik, akkor az nem fog tudni kapni a forrásból. Viszont ameddig kereten belül van, addig nincsen pályázati elbírálás. Ez mindenképpen egy jó dolog, nagyon sok pályázónk is van, tehát tizenvalahány ezer évente mindenképpen van, és még ami fontos, hogy ami a civil életet illeti, hogy idén lezajlottak a falusi civil alap pályázatai, ez a Magyar Falu Programnak a része. Ezeket most értékeljük, ez egy 5 milliárdos keret, és az 5000 fő alatti települések részesülnek ebbe, ezek lezajlottak. A helyettes államtitkár szerint a magyar költségvetés megszenvedte a koronavírus járványt, de bíznak benne, hogy a jövőben is tudják fejlesztési pályázatokkal támogatni a kistérségeket és a civileket. Azt is elmondta, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap teljesen stabil és érinthetetlen, régóta része a magyar költségvetésnek, és a megszavazott keretösszeg évről évre növekszik. A cél az az, hogy a civil közösséget támogassuk. Azok a civil közösségek, azért megnézzük, hogy fontos munkát végeznek, tehát ahogy mi megítéljük, hogy fontos munkát, tehát a közösségépítésbe, értékteremtésbe, stb. Mennyire vesznek részt.
Ez az érdüli kritérium. Hogyha ez abból áll, hogy mit tudom, megtartanak egy falunapot, akkor az abból áll. Ha abból áll, hogy megtartanak egy, nem tudom, valamilyen kulturális rendezvényt, akkor az abból áll. Tehát ez nem egy filozófiai kérdés, a civil társadalmat nem lehet, én azt gondolom, hogy ilyen közéleti, politikai, filozófiai eszközökkel leszabályozni, mert az úgyis azt csinálja, amit ő maga szeretne. Mi meg viszont el tudjuk dönteni, hogy szerintünk ez hasznos-e vagy sem. Tehát ez így működik. Ez nem olyan, mint mondjuk mit tudom, az egészségügy, az oktatás, ugye, a kultúrás. Ugye az embernek van egy nagyon konkrét víziója, hogy akkor ezt kéne megcsinálni. Ez egy szabályozott terület, egész jól lesz szabályozott, de szándékosan nagyon nyitott terület is, hiszen a civil élet az egy nyitott élet. A civileket nem lehet irányítani. Na, itt lehet csinálni, azt mondjuk, hogy ők kérnek valamit, és hogyha az hasznos, hogy ítéljük meg, akkor arra adunk forrást. De nem csak mi adunk forrást. Ez ugye ez a Nemzeti Együttműködési Alap, ez a magyar kormánynak a civil alapja, de csak civil szervezetek pályázhatnak. De ma a Magyarországon a civil életben hozzávetőlegesen tehát majdnem 400 milliárd forint mozog. Tehát ennyit osztanak ki privát forrásból, ugye kormányzati, önkormányzati, EU-s forrásokkal vegyes kormányzati forrásokból. Ez egy óriási összeg. Pályázatoknak a 85%-a fölött egy kollégium diszponál. Ugye van a NEA tanács, és annak van 5 kollégiuma. És az 5 kollégium tesz egy javaslatot a NEA tanács elnöke felé, és a NEA tanács elnöke hoz ezt követően döntést. Ez a kormánytól teljesen független döntéshozatali mechanizmus. Ezekben a kollégiumokban, és egyébként a tanácsban a kormány is delegál, de delegál például a tanácsban az országgyűlés is, és van mindegyik kollégiumban 3-3 civil jelölt, tag, akiket egyébként elektori rendszerben választunk ki. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a beérkezett pályázatok 40%-a fette le a keretösszeget. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke nagy segítségnek tartja minden évben megjelenő pályázati lehetőségeket. Általában minden évben megjelenik egy csomó civil pályázat. Ezeken a pályázatokon a települések indulhatnak, önkormányzatok indulhatnak, de elsősorban civil szerveződések indulhatnak, amelyek alulról jövően képezik a civil társadalmat Magyarországon, és ezek a szerveződések, ezek a szervezetek, ezek által az anyagi források által tudnak mozgolódni, és tudják a résztvevőket, a tagjaikat, a szervezőiket mozgatni. Amikor elkezdtük ezt a civil mozgalmat, akkor viszonylag alacsony volt az érdeklődés, és ahogyan elindultak a települések, és volt egy-két bátor település, aki kezdetén elindult, és új dolgokat talált ki, rögtön követőket vont maga után, és ezt használtuk mi ki, és ennek érdekében állunk a következő időszakban is. Szeretnénk segíteni ezeket a mozgalmakat, hiszen ahhoz, hogy itthon érezzük magunkat a településeinken Magyarországon, ahhoz egy közösség is kell, aki vár bennünket haza. A Tolna megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy elengedhetetlenek a civil szervezetek egy település életében, viszont a működésükhöz szükség van az anyagi támogatásra. A pályázatokat október 12-én írja ki a Nemzeti Együttműködési Alap. A szakképzés és a finanszírozás új rendszere megfelelő eszköz lehet a cégek számára, a szellemi tőke fejlesztéséhez, a megfelelő utánpótlás biztosításához. Ezt Dömötör Csaba, a Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárja mondta egy Dombóváron tartott vállalkozói fórumon. A helyi és környékbeli cégek, intézmények vezetői az újonnan életbe lépett jogszabályokról, a finanszírozás pontos adatairól kaptak tájékoztatást az Apácai Csere János szakgimnázium és szakközépiskolában. A szakképzés átalakításában nagyon fontos szerepe van a helyi vállalkozásoknak, a szakképzőiskoláknak és az ezeket tömörítő szakképzési centrumoknak. Ezért tartott vállalkozói fórumot Dömötör Csaba, Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja Dombováron, ahol a szereplők találkozhattak egymással. A vállalkozók megtudhatták, milyen módon tudják érvényesíteni a január 1-től életbe lépett jogszabályokat, melyek a duális képzést szabályozzák finanszírozási és oktatásszervezési oldalról egyaránt. Szeretnénk egy vállalkozó felé egy olyan kis workshopot, kerekasztal beszélgetést, egy kis helyi szintű fórumot tartani, ami arról szólna, hogy a január 1-től változó jogszabályok, amik a duális képzést szabályozzák, milyen módon érvényesíthetők náluk,
Ennek nyilván vannak finanszírozási kérdései, vannak oktatásszervezési kérdései, amik összeérnek egymással. És hát miután helyi szinten nagyon sok olyan vállalkozó van, aki bent van a duális képzés rendszerében már jelen állapotban is, és szeretnénk, hogyha ezeknek a vállalkozásoknak, cégeknek a száma tovább növekedne, ezért fontosnak tartjuk, hogy a minden olyan lehetőségről beszámoljunk és egyeztessünk a gazdaság szereplőivel, ami befolyásolja az ő szerepkörüket és a mi szerepkörünket egyaránt. Hát az egyik óriási nagy változás a duális rendszer szempontjából az, hogy megváltozott a finanszírozás rendszere. Nem tanuló szerződéses tanulókkal, beztanulókról beszélünk, hanem szakképzési munkaszerződést kötünk, vagy köthetnek a cégek az új tanulókkal, akik most szeptemberben kezdtek, ez csak felmenő rendszerben működik. A szakképzési munkaszerződésnek az az egyik alapvető lényege, hogy a tanuló számára ez társadalombiztosítási jogviszonyt keletkeztet, nyugdíjába is beleszámít. A cég számára pedig egy óriási nagy előnye annak, hogy a céges kultúrába be tudja vonni a tanulót. Ha úgy gondolja, hogy tovább foglalkoztatja a képzés befejezése után, akkor pedig már, hát hogy finoman fogalmazok, nem zsákba macskát vásárol, hanem egy olyan munkavállalója lesz, akinek pontosan ismeri a képességeit, a kompetenciáit. A térségi összefogás ugyanis elengedhetetlen a sikerhez. Dömötör Csaba szerint egyes kis és középvállalkozások például közösen tudnak a leggazdaságosabban bekapcsolódni az új rendszerbe. A Szakképzési Centrum kancellária ettől azt várja, tovább növekedik majd a duális képzésben résztvevő, gyakorlati oktatást nyújtó cégek száma. Hát én azt gondolom, hogy ez egy óriási előrelépés lehet, csak akkor lehet megvalósítani, hogyha helyi szinten is az együttműködési szintek kialakulnak. Ebben nagyon-nagyon fontos szerepe van a helyi vállalkozásoknak, nagyon fontos szerepe van a helyi iskoláknak, szakképzőiskoláknak, és természetesen nekünk, mint az iskolákat tömörítő szakképzési centrumnak is. Közös gondolkodás szükséges, hiszen egészen más alapokra helyeződik a képzés, egészen más a vállalati szerepvállalás a duális képzésben, helyi igényeket kell a helyi iskoláknak kielégíteni, és hát ezekben a helyi igényekben maximális rugalmassággal kell mozduljunk. Én azt gondolom, hogy ez az együttműködés itt helyi szinten kialakul, már pedig én úgy érzékelem, hogy itt nagyon erős vállalkozói csapat működik. Nagyon jó iskoláink vannak a térségben. Az önkormányzat szintén támogatja az ilyen jellegű együttműködéseket, akkor ez elsődlegesen térségfejlesztés hatással is fog bírni. A mai napot is már úgy tervezték a kollégáim, hogy ne csak és kizárólag Dombovári, hanem a kistérségi vállalkozók is itt jelen legyenek. Mi azt látjuk most ebben a pillanatban, hogy Dombováron nagyon sok a fémipari szakma, nagyon sok olyan vállalkozás van, aki ezen a területen dolgozik, de azt is látjuk, hogy elég szerteágazó a vállalkozásoknak a profilja. Az egyik az természetes módon a műszaki technikai terület az, ami meg kell, hogy jelenjen erőteljesen. A másik, ami nem kifejezetten ehhez a területhez csatlakozik, de Dombovár város ugye egy új sportkomplexumot tervezett, és hát itt a város 50. születésnapja alkalmából ugye be is jelentette a képviselő úr és polgármester úr, hogy ez elfogadásra került. Tehát nekünk arra is készülni kell, hogy ezen az oldalon is, sport területén is elinduljunk, illetve megerősítsük a korábbi képzéseinket. De nagyon fontos, hogy a szolgáltatási szektort is szeretnénk helyzetbe hozni, hiszen a vendéglátás, a turizmus is kiemelt szerepet kap a térségben. És még egy nagyon fontos van, ugye, hogy Dombovár mindig is egy ilyen vasúti központ volt. Itt van hát az országban nagyon kevés helyen, de itt az egyik helyen van olyan jellegű képzés, ami kifejezetten a vasút számára képez technikusokat. Nyilván ez is egy nagyon fontos területünk. Ezek a fejlesztések, ezek gyakorlatilag nem infrastruktúrális fejlesztések lesznek. Ezek a szellemi tőkét fogják gyarapítani, azokat a leendő munkavállalókat szeretnénk felvértezni és kompetenciát erősíteni, akikkel önök majd elkezdenek dolgozni, és akik önöknél is a folyamatos utánpótlást tudják biztosítani. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!